bemertem gyűni így bátorsággal. Elgyűjtem én hívogatni a szép mátkapárnak nagy örömet hozni. Mivel, hogy küldött vőfélye vagyok a házigazdának, az ő jányának, fiának, öröme napjára, egy kis jó ebédre, pár pohár borára, illő tisztelettel meghívunk mindenkit. Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen! Nem sokára indulunk majd a lagziba. Te mész legelő, kíséred a mennyasszonyt vőlegény. Thank you.
jó ebédre, pár pohár borára, illő tisztelettel meghívunk mindenkit. Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus! Thank you.
Haja, ez is jó. Thank you.
vesztem most a játszom, nagyon lassan vesztem. Csak azt a három nótát variált, az teljesen jó. Csókoljátok meg egymást!
Bea, szereted-e Misit? Igen. Misi, szereted-e Beát? Igen. Ha szeretitek, egymást csókoljátok meg. Egymást. Dorka, szereted-e Milót? Igen. Miló, szereted-e Dorkát? Igen. Ha szeretitek, egymást csókoljátok meg egymást. Kitty, szereted-e Andrist? Igen. Andris, szereted-e Kitty? Igen. Ha szeretitek, egymást csókoljátok meg egymást. Betty, szereted-e Marcit? Szeretem. Marci, szereted-e Betty? Ha szeretitek, egymást csókoljátok meg egymást. Rita, szereted-e Ákost? Szeretem. Ákost, szereted-e Ritát? Igen. Ha szeretitek, egymást csókoljátok meg egymást. Mácsi, szereted-e Matyit? Szeretem. Matyi, szereted-e Mácsit? Szeretem. Ha szeretitek, egymást csókoljátok meg egymást. Ásó, Kapa és a nagyharang választon el benneteket egymástól. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ki ámen. Ennyi van, hogy a szakmát.
Thank you.
igéimre nem hallgattál volna. Mert ha igaz, szeretőm lettél volna, irigyeimre nem hallgattál volna. Ez a kislány tejjel mozdik, nem vízzel. Thank you.
szobornyút, egyének hozzá sok savanyút, hogy is van. De aztán kapaszkodjanak ketek a pohárba, de bele ne essenek kint a nagy sárba. A sütemény után kiki töröljenek a száját, hogy szemelgessék ketek a mennyasszony szoknyáját. Dicsérjük a Jézus! Mindörökké, amen. Először kiszedtek, aztán vigyázzatok meg, mert jó, mindenki a mennyasszonynak kell szedjen. Magyi, a mennyasszonynak kell szedjen. Várjál, be van, egy kicsit, Misike, Pari, tudjuk egy picit húzódni? Itt, egy széki várom. Levősütögettem. Haj, mondtam már, hogy kutyába is nekem udítani. Jó, segítem. És egy remek délelőttön vagyunk túl.
Most pedig hasonlóan örvendetes esemény kapujában állunk. Óvodánk ugyanis sikeresen szerepelt a Referencia Intézmények Hálózatának Kialakítása és Fejlesztése című támogpályázaton. Így hamarosan jelentős fejlesztések kezdődhetnek az intézményben. Köszöntöm az eseményen megjelent vendégeinket, Szabó Istvánt, a Pest megyei közgyűlés alelnökét, Szendrei Ferencet, Turaváros polgármesterét, Dolányi Maria jegyzőt, a képviselőtestület tagjait, az óvoda vezetőjét és dolgozóit, az intézmény vezetőket, a hivatal és a társintézmények munkatársait, a szülőket, a környező települések megjelent vendégeit, a támogatókat és minden megjelent kedves érdeklődőnket. Kérem, elsőként hallgassák meg Szendrei Ferenc polgármester úr gondolatait. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Gondolom, hogy hallani hátul is, ugye? Köszönöm, mikrofon nem méreteljes, de majd áthidaljuk hangerővel. Nos, hát nagy tisztesség számra, hogy ezt a mai napot én tudom felkonferálni, én tudom megnyitni. Egy jelentős munka sorozaton vagyunk túl, amikor a mai nap itt összejöhetünk. Egy kissé hivatalosság kell tennem, hiszen ez a projekt megnyitó, egyben a pályázati anyag része is. Ezért kérem, hogy engedjék meg, hogy papírból tegyek ennek eleget. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, Turaváros önkormányzata újabb, eredményes Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjének nyitó rendezvényén. Projektnyitó rendezvényünk színhelye a Többsincs óvoda és bölcsőde. Ez a projekt kuriózumnak számít városunk életében, hiszen ez az első olyan eredményes Európai Uniós támogatással megvalósuló elképzelésünk, amely nem az épített környezet alakításáról és fejlesztéséről szól, nem egy építési beruházás, hanem egy önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményt érintő szervezetfejlesztésről adhatok számot. Különleges a fenntartó önkormányzat számára is, hiszen eddig eredményes Európai Uniós pályázataink szilárd burkolatú úthálózat kiépítése, komplex belterületi útfejlesztés, városközpont rehabilitációja, a városházak komplex akadálymentesítése, illetve belterületi csapadékvízelvezetés kialakítására irányultak. A társadalmi megújulás operatív program keretében megvalósuló Referencia Intézmények Országos Hálózatának Kialakítása és Felkészítése című pályázat nyerteseként intézményünk a Többsincs óvoda és bölcsőde megkezdi a projekt megvalósítását. Joggal tesszük fel a kérdést, hogy mit is jelent referencia intézménynek lenni. A referencia intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlat is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. Erősségeik alapján egyes referencia területekhez sorolhatók, de akár több referencia területen is kínálnak adaptálható mintákat. A pályázat elsődleges célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények intézményi fejlesztési tervük alapján felkészüljenek ezen gyakorlatok továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét. Az intézmény ma ünnepelt eredménye és sikere egyben a fenntartó önkormányzat eredményét és sikerét is jelenti. A Többsincs óvoda és bölcsőde azáltal, hogy tagjává vált a Referencia Intézmények Országos Hálózatának, egyedülálló intézmény az Aszódi kistérségben, és erre méltán büszkék vagyunk. Az intézményt vezető igazgató szakmai elhivatottsága, folyamatos szakmai megújulási iránti igénye
elszántsága és kreativitása eredményeként lehetünk ma itt. Biztos vagyok abban, hogy intézményünk vezetőjének szakmai irányításával a Többsincs óvoda és bölcsőde nem csupán 5 évig, hanem hosszú évekig referenciák helyként működik majd. Ehhez önkormányzatunk az intézményt maximális támogatásáról biztosítja. Eddig lenne ez a hivatalos köszöntő, de ne feledkezzünk el arról, hogy nagyon szép dolog az, hogy referencia intézmény. Ugye magyarul a szakszöveg le volt nekem írva, hogy mit jelent referencia intézmény, nem tudom, hogy egy hét alatt meg tudtam volna tanulni, így szó szerint lehet, hogy nem, semmi baj nincs vele. De számunkra mit jelent? Számunkra azt jelenti, hogy az Aszódi kistérségben nincs még egy ilyen intézmény, oktatási, nevelési, és remélem, hogy jól gondolom, hogy az iskolák között sincs még egy ilyen referencia intézmény. Jól, köszönöm szépen a megerősítést. Tehát az egyedüli nevelési oktatási intézmény, ahol jó gyakorlatot, jó példát lehet venni. És ne felejtsük el azt, hogy számos esetben mi is, amikor pályáztunk akár a bölcsődei csoport kialakítására, akár az udvar megújítására, más intézményekhez kellett menni, onnét igazolást kellett kérni, meg még pénzt is kellett fizetnünk. Érte, hogy ezt az igazolást kiadja, hiszen alapkritériuma volt a pályázat befogadásának, annak elbírálásának, hogy ne utasítsák vissza. Természetesen tudjuk, hogy ez hatalmas nagy munkával járt. Körülbelül Julika, az intézmény vezetője, igazgatója egy évvel ezelőtt jött hozzám, hogy tehát van egy ilyen lehetőség. Értettem is, meg nem is, próbáltam vele lefordítatni magyarra a saját szakértelmemnek megfelelően, hogy ez mit jelent, és akkor elhatároztuk hármasban Julika jegyzőasszony, illetve én, hogy indulunk ezen a lehetőségen, ezen a pályázaton. És lám-lám, milyen szerencse, hogy indultunk rajta, egyrészt ma itt lehetünk, másrészt pedig valószínű, hogy pluszpontot fog hozni a óvoda bővítési pályázatunknál, amit remélem, hogy e hónap végén elbírálnak, és hát úgy lett volna most igazán hatalmas ez a mai ünnep, hogyha be tudtam volna jelenteni azt a kis apró pénzt, amit lehet ezen nyerni, de hogyha az sikerülne, ennek a pályázatnak a segítségével, akkor az hosszú évtizedekre megoldaná Turán a óvodáztatás és a csoportképzés gondját. Hatalmas munka van benne, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm elsősorban neked, Julika, de meg kell köszönnöm mindenkinek, az összes itt dolgozónak, a konyhától, az óvónőig, a karbantartón keresztül mindenkinek, hogy ma itt lehetünk, hiszen a vezető az csak egy vezető. Az egy másik kérdés, hogy az okos vezető olyan emberekkel veszi magát körül, akikkel tovább tud lépni. Ez egy teljesen másik kérdés, de a beosztott állomány nélkül, az itt dolgozó emberek nélkül nem állhatnánk ma itt. És nagyon szépen köszönöm nekik, elsősorban nekik ezt a mai napot. Illetve hát nyilván kell egy olyan ember, aki ezt összefogja, aki jó gazda módjára vezeti az intézményt, és gondoskodik arról, hogy önmagát olyan emberekkel vegye körül, akikkel tovább tud lépni. Hát én ezt köszönöm neked, Julika, a továbbiakhoz sok sikert, és hát te szoktad nekem mondani, mikor el vagyok kenődve, hogy aki fölköti a kolompot, az kongassa. Én azt kívánom neked, hogy te ezt a kolompot nagyon hangosan kongasd, nagyon jól kongasd. Ez még csak egy mai nap, de esetleg holnap utántól intézmények fognak idejönni, intézmények képviselői, akik szeretnének tájékozódni. Ez neked nyilván, hogy plusz feladat lesz, de kongasd azt a kolompot. És a néhány szál virággal szeretném neked a magamnak köszönni. Önöknek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és kérem, hogy támogassák ezt az intézményünket, de valamennyi intézményünket is. Köszönöm szépen. Most pedig tisztelettel felkérem Tüskés Gabriella folyamat szaktanácsadót, hogy beszéljen a referencia intézmények szerepéről és feladatairól. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, elnézést, de
Ez most így alakult, kis hangi problémám akadt. Polgármester úr már nagyon sok mindent elmondott arról, hogy egyáltalán a referencia intézmény az mit jelent. Egy picit én arról az oldaláról szeretném megvilágítani, hogy mi az, hogy hálózati tanulás. Hisz a közoktatás fejlesztésébe most bevonult a hálózati tanulás, ami azt jelenti, hogy az intézmények nem egy külső szolgáltatótól, nem egy külső pedagógiai intézettől, hanem egymástól fognak tanulni. Lehetőséget ad arra, hogy azok az intézmények, amelyek olyan szakmai munkával, olyan módszerekkel, olyan módszertannal rendelkeznek, amely érdemes arra, hogy mások megismerjék, mások átvegyék, ezek az intézmények most olyan szerepbe kerülhetnek, ha átestek ezeken a procedúrákon, mint ugye a Többsincs óvoda is, odaértek a kapuba, hogy előminősítettek lettek, még előttük áll ugyanannyi, mint amennyi mögöttük van, felkészülnek erre a szerepre, és akkor ők, mint egy módszertani műhely fognak itt az Aszódi kistérségben tevékenykedni. Hozzájuk fognak jönni a többiek tanulni, akik érdeklődését felkelti mindaz a szakmai munka, ami itt folyik, hisz ennek a szakmai munkák úgy fogalmazódnak meg, hogy jó gyakorlatok, különböző jó gyakorlatokban fogalmazódtak meg, és kerültek nyilvánosságra, és tették nyilvánossá ezeket a jó gyakorlatokat. Az ország különböző régióiban különböző számú szakmai műhely jön létre. Itt az Aszódiban ez az egy. Kötőlőiben egy, a Monoriban szintén csak egy, természetesen Pesten, Budapesten több, de nem, nincsenek olyan sokan. Ezek az intézmények, ezek a szakmai műhelyek először a saját kis régiójukban, tehát az ő maguk kis mikrokörnyezetében, településükön, a maguk kis térségében fogják bevonni az intézményeket, és fogják össze ezt a szakmai munkát, és aztán egyre szélesebb körben. És az ország különböző szakmai műhelyei így le tudják fedni az egész országot. Ennek nagy előnye, hogy be tudják vonni azokat az intézményeket, iskolákat, óvodákat is ebbe a szakmai munkába, akik úgy kiestek, és még nem vettek részt pályázaton, még nem volt elég bátorságuk az innovációra, de már eljönnek, tavaly is tapasztaltuk, hogy azért eljöttek ide látogatóba megnézni, hogy mi mindent csinálnak Julikáék, és ebből merítettek maguknak ötleteket. Ugye, ahogy elmondta a polgármester úr, ennek nagyon szigorú feltételei és kritériumrendszere van, hogy valaki hogy juthatott el az előminősítésig. Egészen addig, hogy eljöttek helyszíni szemlélés megnézni, hogy mindaz, amit elmondott és leírt magáról az intézmény, az valóban úgy is valósul meg. És miután ők megfeleltek ennek a kritériumnak, és a sikeresen pályáztak is, így most felkészülhetnek arra, hogy fogadják a többi intézményt, mentorálják, segítsék a másik intézményekbe bevezetni ezeket a jó gyakorlatokat, módszertani segítséget adjanak, és még egy olyant is vállaltak, hogy amikor a főiskolások jönnek, őket is fogadják, és mint felsőoktatási gyakorlóhely fog működni az intézmény, amikor odaér, hogy már nem csak előminősített, hanem véglegesen minősített intézménnyé válik. Tényleg nagyon nagy munka volt az az egy év is, ami mögöttünk van, de szép volt. Öröm volt megismerni az óvodát, hogy mi minden folyik. Általában az oktatási intézményekben sok, nagyon sok jó módszertani elképzelés és jó módszer és plusz tevékenység folyik, nem csak az, amit előír az éppen aktuális törvény. Arra nincs erejük már a pedagógusoknak, tanároknak, tanítóknak, óvónőknek, hogy ezt még megfelelően csúnya szóval a marketingeljék is, tehát hogy el is mondják magukról mindazt. Most erre is fel kell készülni az intézménynek, hogy saját maguknak kell megszervezni a több intézményt, saját maguknak kell elmondani mindazt magukról, ami fontos, ami a nyilvánosság számára érdekes lehet, ami a többi intézmény számára érdekes lehet. Tehát egy marketing tevékenységet, egy PR tevékenységet is kell végezniük, ugyanakkor ennek megfelelő szervezeti fejlesztésen is át kell, hogy essenek. Julika majd el fogja mondani, amikor az óvodáról beszél, hogy ennek az egész referenciai, intézményi, előminősített és aztán bázis intézménynek alapfeltétele
az, hogy egy megfelelő minőségbiztosítási rendszer alapján működjön az intézmény. Ez azt jelenti, hogy állandóan monitorozzák, tehát állandóan vizsgálják azt, hogy a működés megfelelő, az, hogy a partnereik elégedettek-e, a szülők, a gyerekek, a dolgozók, a fenntartók. Ezeket az eredményeket minden esetben visszaforgatják a munkájukba, és ennek alapján történik a további fejlesztés. Tehát ez egy alapfeltétel, hogy egy nagyon szigorú minőségbiztosítási rendszerre kell, hogy működjenek az intézmények. Ezt tovább kell már csak fejleszteni, és fenn kell tartani. És még egy nagyon szimpatikus, számomra nagyon szimpatikus része van ennek a referencia intézményi szerepnek, illetve a feltételnek, hogy ez nem a vezetőnek az egyszemélyi partizán akciója, csak akkor valósulhat meg, hogyha ez az egész intézmény közösségének. Mindenki a magáinak van, és mindenki egyformán és egy irányba tevékenykedik. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog, mert összekovácsolja a közösséget, és a közös cél felé, ami mindig is az intézménynek a jobbítása, és az intézmény működésének a fejlesztése, afelé halad mindenki. Természetes, hogy ezek az intézmények, akik referencia intézmények lesznek, csak befogadó pedagógiai módszerekkel, inkluzív pedagógiai módszerekkel dolgozhatnak, ami azt jelenti, hogy ők minden gyermeket befogadnak, és a neki megfelelő fejlesztésben részesítik. Ez ma már ugye egy minimum elvárás ezektől az intézményektől. Most induló pályázat keretében, tehát akkor ez a mi szervezetfejlesztésen fog átesni az intézmény, felkészül arra, hogy fogadjon külsősöket, egy szakmai műhelyé fog válni, mint egy kicsit olyanok lesznek, mint a szakmai szolgáltató pedagógiai intézetek, csak piciben a saját területükön fogják ezt a szolgáltatást elvégezni. Én ehhez sok sikert kívánok magunknak, és reméljük, hogy amikor ugyanígy fogunk ünnepelni, amikor megkapja az intézmény a végleges minősítését is. Köszönöm szépen! Az intézményt bemutatja és arról is mesél, hogyan válhatott már a referencia intézményi a Többsincs óvoda. Az óvoda vezetője Szilágyi Józsefné, vagy itt egymás között Julika, úgyis mindenki így ismeri, igazgató. Köszönöm szépen. Nem kevesebb feladat jutott nekem, hogy egy 30 éves folyamat eredményeiről 20 percben beszéljek. Hát akik ismernek engem, azok nem 20 percre fognak számítani, de nagyon igyekszem, hogy minél összefogottabban és teljes körűbben beszéljek erről az intézményről és a feladatunkról, munkánkról. Szeretném az intézményt bemutatni és a jó gyakorlatainkat is néhány szóban. Egy út, amelyen valahová szeretnénk eljutni, míg meg nem építik, sokszor kátyús, göröngyökkel teli. Ezeket a kátyúkat, göröngyöket senki nem veszi el előlünk. Kikerüljük, átlépjük, vagy belelépünk, rálépünk, de akkor számítani kell rá, lehet, hogy megbotlunk és elesünk. A megoldás a kezünkben van, hogyan juthatunk előre. Fontos a cél, hogy hová szeretnénk eljutni, és az elszántság, hogy oda mindenképpen eljutunk. Azt gondolom, hogy csak is az utunkba kerülő akadályokat leküzdve, kitartó, fáradtságos munka elvégzése után élvezhetik igazán munkánk gyümölcsét. Óvodánk életében sem volt ez másképp. Célul tűztük ki, hogy olyan óvodát hozunk létre, ahol érzelmileg meleg, biztonságos, egészséges környezetben, otthonosan mozgó, eleveneszű, tevékeny emberkék élik boldog, élményekben gazdag gyermekkorukat. Olyan óvodát, amelynek alapja a gyermekszeretet, amely megteremti azt a befogadó, elfogadó légkört, amelyben minden gyerek egy nem többségi kultúrában nevelkedő, a sérüléssel, vagy bármilyen hátrányos helyzetben élő kisgyermek is megtalálja a helyét, amelyben a szülő biztonságban érzi gyermekét, és a gyermek jól érzi magát. Olyan óvodát, amely a kiegyensúlyozott, biztonságos, elfogadó légkörével
felszínre hozza a többet mutató gyermek adottságait, képességeit, megfelelő neveléssel, tág cselekvési szabadságot adva a családdal együtt, lehetőséget biztosít a tehetség csíráit hordozó gyermeknek a kreatív, újat teremtő felnőtté váláshoz. Legfőbb törekvésünk, hogy minden egyes gyermeknek biztosítsuk a testi, lelki, szellemi növekedés lehetőségét, egyéni képességeinek, készségeinek kibontakozását. A megvalósítás alapjául az 1999-ben elkészült az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő helyi nevelési programunk alapvető működésünket meghatározó dokumentumunk szolgál. Az alapprogram érvénybe kerülésekor döntenünk kellett, adaptálunk a különböző választható programok közül, vagy elkészítjük a saját helyi programunkat. A nehezebb út, az utóbbi mellett döntöttünk. Fontosnak tartottuk, hogy olyan programunk legyen, amely a mi körülményeinkre, a mi óvodánkba járó gyermekeknek készüljön, és tükrözze az intézmény egyéni arculatát. Bevezetése óta 2004-ben, majd 2008-ban felülvizsgáltuk, mind a gyakorlat, mind pedig a vizsgálat igazolta a működő képességét. Helyi nevelési programunk az óvodai nevelő munka minőségének biztosítéka, a minőségbiztosítás alapdokumentuma. 2004-től folytatjuk az önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet, kiszámítható, tervezhető méréssel, értékeléssel, a partneri igények, elvárások megismerésével, melyeket folyamatosan beépítünk az óvoda gyakorlatába, szem előtt tartva mindenkor az elfogadott helyi nevelési programunkban megfogalmazottakat. Célunk a gyermekek szükségleteinek, érdekeinek, a szülő, a fenntartó igényeinek való megfelelés, valamint az óvodában dolgozók elégedettsége is. Csoportjaink vegyes életkorú csoportok. Tudatosan alakítjuk úgy, hogy a különböző életkorú gyermekek kerüljenek egy csoportba. E csoport szervezési mód a családhoz hasonlóan természetes körülményt biztosít a differenciált, egyéni bánásmód alkalmazásához, az egyes gyermekekhez való igazodáshoz. Az óvodai élet tevékenységformái. Az óvodás alaptevékenysége elemi szükséglete, lételeme a gyermeki világhoz, a gyermek pszichikumához, adottságai, képességeihez, megismeréséhez való legjobb lehetőség, a szabad személyiség fejlődés és fejlesztés eszköze a játék. Azt semmi mással nem lehet az óvodában helyettesíteni. Az óvodás legfőbb dolga, hogy játszon, és ezáltal fejlődjön. Ennek tudatában teremtjük meg az önfelett szabad játék feltételrendszerét. A gyermeki személyiség alakulásához hozzájárul a mindennapos mese, énekzene, énekes játék, a külső világ tevékeny megismerése, benne a matematika, a mozgás, a rajzolás, a mintázás, a rajzolás, a kézi munka, a tanulás, a munka, melyek jelen vannak a gyermekekkel való mindennapi foglalkozásokban. A jelentkező gyermekek számára hitoktató tart hittanfoglalkozást. A gyermeki tevékenységeken keresztül közvetítjük azokat a műveltségtartalmakat, amelyek részei az egyetemes emberi értékeknek, amelyeket a gyermekek aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni. Az óvodai élet ritmusát alapos, átgondolt, folyamatos, rugalmas, ugyanakkor stabil napirenddel biztosítjuk. Az óvoda sajátos arculatát adó programjaink, rendezvényeink, eseményeink különleges szép élményt jelentenek óvodásaink életében. Az óvoda dolgozói a szülők segítségével teszik felejthetetlenné ezeket a szép napokat. A rengeteg résztvevő, az események jó hangulata, szűkebb, tágabb környezetünk véleménye, különböző újságokban, televíziókban megjelent, kapott visszajelzések, továbbképzések résztvevői megerősítenek bennünket ezen alkalmak fontosságában. Kivételes különleges alkalmak a szüreti bál, a táncház, a kislagzi, mint láthatták remélem sokan,
messze túllépnek az óvoda keretein. Az óvodába járó gyermekek szüleivel különlegesen jó kapcsolatot ápolunk. Óvodánk nyitva áll a szülők előtt. Bármikor megfigyelhetik gyermekeik életét, megismerhetik azokat a módszereket, eszközöket, amelyek nevelő munkánkat jellemzik. A családokkal történő közös gondolkodás, véleménycsere, közös tevékenységeink, az együttes óvodai, csoportos programok, kézműves délutánok, családi napok, közös gyermeknap, kirándulások, kedves, élménydús alkalmak, jó lehetőségek, hogy a család és az óvoda kapcsolata elmélyüljön. Néhány gondolatot a környezetünkről. Intézményünk jelenleg 3 épületben 6 óvodai, valamint 1 bölcsődei csoporttal működik. A főépület 1976-ban épült 4 csoport számára, ennyi csoport számára szabott kiszolgáló helységgel rendelkezünk. Infrastruktúrális feltételeink hiányosak, jelenleg egy-egy helység több funkciót lát el, a főépületünk felújításra szorul. A főépülettel egy udvaron lévő jegyzőházat az önkormányzat 1981-ben vásárolta meg, itt vagyunk most, melyben 1981-ben, majd 1983-ban új csoport indult. Ebben az épületben 2008-ban egy óvodai csoport megszűnt, és hála az önkormányzatnak, benne bölcsődei csoport került kialakításra, így nem kellett egy dolgozótól sem megvárnunk, és a települést ki tudjuk szolgálni a 3 éven alatti gyermekek ellátásában is. Ez évben a közel 100 éves épületet az önkormányzat pályázati támogatással felújította. A 3. épület a Dusaporta, mely építészeti emlék. Egy óvodai csoportnak, tornaszobának és kiszolgálói helységeinek ad helyet. Az intézmény udvara egy önkormányzati pályázatnak, az óvodai alapítványnak, az intézményben dolgozóknak, szülőknek, sok-sok segítőnek, támogatónak köszönhetően minden igényt kielégít. Korszerű, játékszerei biztonságosak, esztétikusak, sok változatos mozgásforma gyakorlására ad lehetőséget. A színvonal a szakmai munkához, a gyermekek változatos tevékenységeihez, a különböző játékfajtákhoz kellő mennyiségű és minőségű játékszerrel rendelkezünk. A településen élők és a településen kívülről is szívesen választják a szülők gyermekeiknek intézményünket, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Óvodánkban jelenleg férőhely hiány alakult ki, amely átmenetileg 2011-12 nevelési évre az intézményi férőhelyszám és a csoportlétszámok megemelésével került sor. Ez kizárólag a férőhiány pillanatnyi megoldását jelenti, a 3 évesek kötelező beóvodázása újabb problémát jelent a településen, a probléma megoldását egy 20 férőhelyes csoport szoba építése megoldaná. A munkatársaimról. A munkatársak, az óvoda pedagógusai munkájuk iránt elhivatott, jól képzett, a gyermekekért szívvel lélekkel tenni akaró szakemberek. Gondoskodó gyermekszeretetük biztosíték arra, hogy az intézményben a gyermekek szüleik távollétében a számukra legmegfelelőbb légkörben cseperedjenek. Igyekszünk minden tovább képzési lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy hivatásunkat magas színvonalon, korszerű, szakszerű, hiteles ismeretek birtokában végezzük. Az óvodában dolgozó pedagógusok érdeklődése sok irányú. A népi hagyományok, a népi játékok, kézművesség iránti elkötelezettség, valamennyi óvoda pedagógus jellemzője. A néptánc, népzene, bábozás, bábjáték, énekzene, népi ihletésű mesék, a környezet megismerése, környezetvédelem, pszichológia, sport, mozgás iránti különös érdeklődés teszi egyedivé, sokszínűvé a csoportokban folyó munkát. Dajkáink szakképzettek. Nélkülözhetetlen segítőtársaink a kisgyermekek nevelésében, gondozásában, a nevelés feltételeinek megteremtésében. A gyermekek körüli, az intézmény működésével kapcsolatos teendőket
az intézmény valamennyi alkalmazottja elkötelezetten, kiemelkedő szorgalommal végzi. Külsős, nevelő munkát segítő szakemberekkel, a nevelési tanácsadó szakemberei, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, gyermekorvos, védőnők, gyermekvédelem intézményei, iskola, kiváló kapcsolatot ápolunk, amely szintén hozzájárul nevelőmunkánk eredményességéhez. Nevelőtestületünk együttműködő, magas szakmaiságot képvisel. A gyermekek érdekeit szem előtt tartva szívesen vállalkozik újszerű megoldásokra, szakmai megújulásra, innovatív, fejlesztő tevékenységre. Tettük ezt eddig az óvoda keretein belül, most élve a lehetőséggel, más intézmények számára ajánljuk fel megszerzett tudásunkat. Tapasztalatainkra visszatekintve, partnereink véleményét figyelembe véve, a nevelőtestület szakmai tudására, elkötelezettségére alapozva döntöttünk úgy, hogy jó gyakorlatainkat közzétesszük, és feltöltjük a mindenki által elérhető Edukáció Kft. Adatbázisában. A jó gyakorlat olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért más intézmények számára eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni. Jó gyakorlatainkról egy néhány mondatot szeretnék. Szeretlek olyannak, amilyen vagy. Inkluzív pedagógiai gyakorlat a Töpsincs óvodában. Az inkluzív pedagógiai gyakorlatra, szemléletre épülő gyakorlatot eleinte úgy alkalmaztunk, hogy csak keveset tudtunk róla, megértük. Nem adtunk helyet az előítéletek kibontakozásának, természetes módon fogadtunk minden családot, minden gyermeket, bármely kisebbséghez tartozót, társadalmi, szociális vagy sérülésből fakadó hátránnyal küzdőt. Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekedtünk, ahol a másfelé fordulás mindenkinek, gyermeknek, felnőttnek egyaránt természetessé vált. Aztán tudatosan kerestük a lehetőséget, hogy ismereteinket bővítsük, megtanuljuk tudatosan alkalmazni az inkluzív szemléletet. Tanultunk egymástól, házi továbbképzéseket tartottunk, külső továbbképzéseken vettünk részt. Kezdeményezésemre 2008-tól az alapító okiratba is bekerült, mint feladat, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. A pedagógiai munka során alkalmazásához elengedhetetlen feltétel a vezetői, nevelőtestületi elkötelezettség, valamint a szülőkkel, szakemberekkel való szoros együttműködés. Szakmai ismeretek megújítását, szemlélet és attitűdváltást és egyben szerepváltást is feltételez e jó gyakorlat bevezetése. Keresem minden gyermek titkát és kérdezem, hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen. A gyermeki személyiség fejlődés nyomon követésére dolgoztuk ki a jó gyakorlatunkat. A gyermekek megismerésének, fejlődésének nyomon követésére olyan rendszert dolgoztunk ki, amelyben a gyermekről természetes környezetében a sokszínű, választható tevékenységek felkínálásával olyan információk birtokába juthatunk, amely megmutatja a fejlődés szintjét, a hozzáadott pedagógiai értéket. Azt, hogy az óvodába lépés pillanatától kezdve az óvodai évek alatt mennyit fejlődött a gyermek, valamint azt, hogy mely területen milyen teendőink vannak. E rendszer megismerésének, bevezetésének, mentorálásának lehetőségét tartalmazza el jó gyakorlat. Köze van az élethez, a mindnyájunk mai életéhez, mondja Kodály Zoltán, és valljuk vele együtt. És kidolgoztuk a Galgamenti Néphagyományok az óvodai nevelés gyakorlatában című jó gyakorlatunkat. Néphagyomány ápoló tevékenységünk az óvoda indulásától, az 1976-tól,
a mai napig tartó innováció eredménye. Az innováció főbb ismérvei. Az óvoda pedagógusok érdeklődése, a népi játékok, kézművesség, népzene, néptánc, bábozás, bábjáték, népmesék felé irányul. Szakdolgozatok születtek a témában, egyre kidolgozottabbak lettek a néphagyományápolás területei, azok tartalma, továbbképzéseken fejlesztettük mind elméleti, mind gyakorlati tudásunkat. Az óvodapedagógusok elkötelezetten éltetik a hagyományokat, az óvoda valamennyi dolgozója, szűkebb és tágabb környezetünk segíti a tevékenységet. 1996-ban megalkottuk saját helyi nevelési programunkat, melynek szerves részévé vált a néphagyományok ápolása, mely tükrözi a nevelőtestület egységes álláspontját. Folyamatos önképzéssel, házi továbbképzéseken újítjuk ismereteinket. Az érdeklődők részére továbbképzéseket tartunk a témában. E tapasztalatainkat szeretnénk átadni az érdeklődő intézményeknek. A program sikerességének elengedhetetlen feltétele, hogy az óvodapedagógus szeresse, ismerje a helyi hagyományokat, népszokásokat. Fűben, fában ötlet vár. A természetes anyagok jelenléte az óvodai nevelési gyakorlatban a következő jó gyakorlatunk. A népi kultúra szépsége, tisztasága, emberközelsége az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező családokat egységgé kovácsolja. A mai elanyagiasodott világban mintát adunk a családok számára azáltal, hogy olyan tevékenységet kínálunk gyermekeik számára, melyhez nem kellenek drága eszközök és alapanyagok, a környezetben kell nyitott szemmel járnunk. A népi kismesterségek olyan technikákat nyújtanak, amelyek a különféle természetes anyagokkal való tevékenykedés során olyan élményeket szerezhetnek a gyermekek, amelyek felkeltik és ébren tartják kíváncsiságukat, a vágyat a környező világ megismerésére. Csoportjainkban megteremtettük a tárgyi feltételeket kézműveskedéshez, barkácsoláshoz alkalmas, az óvodás korosztály számára is felhasználható szerszámokkal, eszközökkel felszerelt kuckókat alakítottunk ki. Népi játszóházi foglalkozást vezető továbbképzésen fejlesztették a kollégák mind elméleti, mind gyakorlati tudásukat, amelyeket továbbadtak valamennyi kollega részére. A Több Sincs Táncház az együttműködés különleges szintere óvodában. E jó gyakorlatunkat is átadásra kínáljuk az érdeklődőknek. A szülőkkel újabb és újabb alkalmat igyekszünk teremteni, hogy a már jól kialakított bizalmon, egymás kölcsönös elfogadásán és tiszteletén alapuló kapcsolatunkat tovább mélyítsük. A Több Sincs Táncház alkalmat ad arra, hogy családjaink nem csak résztvevői, de aktív részesei is lehessenek az óvodánk életének. Egy jó gyakorlat felkínálásával célunk a gyermekek óvodai életébe beépíthető, olyan közös összefogáson alapuló különleges alkalom bemutatása, tapasztalataink átadása, mely a szülőkkel való közvetlen, őszinte kapcsolat kialakítására, megtartására, az együtt gondolkodásra, a gyermekekért való tevékeny összefogásra irányul. Új kihívást hozott az óvoda életében, amikor a nevelőtestület döntést hozott, hogy referencia intézménnyé szeretnénk válni. Felvállaltuk, hogy teljesítjük mindazon feltételeket, amelyeket az oktatási kormányzat a referencia intézményekkel szemben támaszt. A szigorú bírálat folyamat során sor került az óvoda valamennyi szakmai dokumentációjának elemzésére, formai és szakmai előminősítésre, az intézményi fejlesztési terv elkészítésére, az elfogadott, nyilvánosnak minősített jó gyakorlatok feltöltésére. Helyszíni látogatás során ellenőrizték a feltöltött adattartalom és a gyakorlat összhangját. Büszkeséggel tölt el bennünket, nagy örömünkre szolgál, hogy teljesíteni tudtuk az előminősítési rendszerben foglalt feltételeket. Megjelölt referencia területeink, a kompetencia alapú nevelési oktatási programot átfogóan
mintaadóan alkalmazó intézmény referenciahely, befogadó pedagógiai gyakorlat, integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény referenciahely, és új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő. Rangos elismerése az intézményben folyó szakmai munkának, hogy elnyertük az előminősített referencia intézményi címet. A vizsgálat során eredményesen igazoltuk, hogy mint a hálózati horizontális tanulás mintaadó tartalmait szolgáltatni képes intézmény, rendszeresen, folyamatosan, sokszínű, széleskörű, adaptálható mintákat tudunk szolgáltatni a sikeres közoktatás fejlesztés érdekében. Jó lehetőséget kínálunk intézménylátogatásra, hospitálásra, adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére. Az elismerés, az eredményes munka igazolása mellett komoly feladatot is rótt az intézményre. Szakmai továbbképzésekkel, felkészültségünk elmélyítésével kell készülnünk a szolgáltatói feladatra. Arra a szerepre, amely által nem csak az intézmény, hanem velünk együtt az előminősítési eljárásból kimaradók is nyertesei lehetnek a tervezett pedagógiai módszertani megújulásnak. Az új Széchenyi terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között TAMOP 3.1.7-11 referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése címmel pályázatot jelentetett meg, mely az intézmények felkészülését intézményünknek fejlesztési tervük alapján támogatja. A pályázat elsődleges célja, hogy a referencia értékű, működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények felkészüljenek ezen gyakorlatok továbbadására, elterjesztésére, megismerésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények szakmai fejlesztési tevékenységét. A pályázati kiírása óvodánk pályázatot nyújtott be, melyen intézményünk a maximális 3 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyerte el, melyeket képzésekre, intézményi innovációra, a projekt megvalósításához szükséges költségekre lehet felhasználni. Vállalt feladatunk utolsó állomása a minősített referencia intézmény oklevél megszerzése. Vallom, hogy napjaink kihívásaira csak magasan kvalifikált, jól felkészült, egymást segítő, támogató, hivatása iránt kellő alázattal rendelkező csapat képes megfelelni. Az együttgondolkodás, az együttmunkálkodás erősségünk. Mindannyiunknak, akik itt az intézményben dolgozunk, tudnunk kell, hogy csak úgy juthatunk el mind magasabb szintre, ha a kitűzött célok elérésére közösen és külön-külön is a legjobb tudásunk szerint törekszünk, ahogy ezt tettük eddig is, hosszú éveken át. Már csak egyetlen gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Amikor itt számot vetettem az intézmény életében történtekkel, megfogalmazódott bennem egy gondolat. Mi kellett ahhoz, hogy célba érjünk? Kellett a 70-es évektől, az óvoda indulásától kezdve olyan kollektíva, olyan vezetők, akik gyermekközpontú szemléletet valva elkötelezetten tevékenykedtek, nem hátráltak meg, ha új feladatot kellett megoldani, akadályokat kellett leküzdeni a megújulás, a szakmai fejlődés érdekében. Kellett az alkotókedv, a szakmai hozzáértés, hogy új és újabb kihívásoknak meg tudjunk felelni. Különbséget tudjunk tenni divat, elvárás és valódi szakmai megújulás között, a változásokat a gyermekek, az intézmény javára tudjuk fordítani. Kellettek a segítő, támogató szülők, akik bíztak, bíznak bennünk, hiszen évről évre ránk bízzák legféltettebb kincseiket, és évről évre megtelnek az óvodai csoportok.
Kellettek a külső támogatók, akik nélkül sok-sok elképzelés csak álom maradt volna. Kellettek a szülői visszajelzések, környezetünk visszajelzései, amelyek szárnyakat adnak, megerősítenek bennünket. Kellett a szorgalom, kitartás, valamiféle erő, hogy akkor is tovább tudjunk menni a kijelölt úton, ha kudarcok, nehézségek, bánat nehezítették a továbbhaladást. Kellettek a hátráltatók is, amelyek elgondolkodtattak, összekovácsoltak, még jobban megerősítettek bennünket. Az élet hozta rendkívüli nehézségekkel, személyi változásokkal járó, már-már kibírhatatlannak tűnő változásokkal is meg kell tudnunk küzdeni. Minden egyes göröngy átlépése új erőt adott programunk és célunk megvalósítása érdekében. És feltétlenül kell a fenntartó önkormányzat, aki fontosnak tartja a településen lévő oktatási nevelési intézmények működésének segítését, támogatását, a működés feltételeinek mind magasabb szintű megteremtését. Az intézménybe járó gyermekek nevében is szeretettel és tisztelettel gondolunk mindazokra. Köszönetet mondok valamennyi segítőnek, támogatóknak, akik bármilyen módon segítettek bennünket, és akár csak egy kis kavicsot is odébb görgettek azért, hogy az intézmény mások számára is példaértékűen tudja teljesíteni a feladatát, hogy sok-sok kisgyermek számára egy boldog gyermekkor szintere legyen. És azt gondolom, hogy a referencia intézményi szerep betöltésével nem csak intézményünk jó hírét, Turaváros jó hírét is tovább tudjuk öregbíteni. Akik ismernek engem, tudják, hogy én nem létezem idézetek nélkül. Sokszor kapaszkodom bele, és általában megkeresem az alkalomhoz illőt. Most is ezt tettem, ezzel zárnám gondolataimat. Osztani magad, hogy így sokasodjál. Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál. Hallgatni őket, hogy tudd a világot. Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Széllyel szóródni eső homokra, sivatagnyi reménytelen dologra, s ha nyár se lesz tőled, és a táj se zöldebb, kutakká gyűjt a mély, soká isznak belőled. Köszönöm önnek a hallgatást! Mondani a szülők nevében. Hát amikor készültem már a mai alkalomra, akkor igazából három szó volt, amíg eszembe jutott. Az első a siker, a második a köszönet, a harmadik a szerencse. Szerencsésnek tartom magam is mindazon gyerekeket és szülőket, akik ehhez a szódához ide járhatnak, és megismerhették az itt dolgozó nevelő és mindenféle segítő embert, akik a óvoda munkaközösségét képezik. Köszönettel tartozom azért, hogy megteremtették ezt a légkört, és nap mint nap, amikor átlépjük az óvoda küszöbét, akkor mindig ugyanazzal a szeretettel és mérhetetlen kedvességgel és nevelési tapasztalattal gyerekszeretettel fogadnak minket, szülőket és gyerekeket egyaránt. És nagyon sok sikert és kitartást kívánok még minden óvodai dolgozónak, akik itt minket támogatnak nap mint nap, hogy ezt még nagyon-nagyon soká tudják csinálni, és nagyon sok boldog óvodai évet kívánok még nekik. Köszönöm. És szeretném ezt az egész kosarat a sok-sok színes gyerek és szülő nevében átadni az óvoda összes dolgozójának,
Van tapasztalatom a óvodai téren, mert az egyik dadus néni mondta, hogy én halmozottan óvodás vagyok, mert hogy ide jártam óvodába én is, és az öcsém is, az anyukám 30 éve itt dolgozik. Ide járnak a gyerekeim is, úgyhogy van belátásom, azt gondolom, a napi dolgokban, és a legjobban egy órához tudnám, egy nagyon jól működő órához hasonlítani ezt az óvodát, mert itt minden egyes alkatrészre nagyon nagy szükség van, és egyik alkatrész nélkül sem működne ez a dolog úgy, ahogy most jelen pillanatban működik. Úgyhogy szeretném ezt átadni az összes alkatrésznek, aki itt az óvodában ezt csinálja, viszont fizikailag ezt azt hiszem Julika énnek szeretném átadni, mint az óvoda mozgató rugójának, ennek az órának a mozgatójának. Köszönöm még egyszer, és nem nagyon tudok szóhoz jutni, de szerintem már nem is kellene nekem szóhoz jutni. Nagyon szépen köszönöm. Ennyi jöttünk, szép szóval köszöntünk. Örömünkben, világságban, egészségben, boldogságban, így soká közöttünk. Látjátok, ők az én munkatársaim, akik nélkül félkarú óriás lennék. És köszönöm szépen még egyszer ezt a megtiszteltetést, hogy velem töltötték, velünk töltöttétek ezt a délutánt, és kérem, hogy vigyék jó hírünket, vigyétek jó hírünket a nagyvilágba. Ígérem, hogy mindent megteszünk azért, hogy eleget tudjunk tenni a köszönő és elismerő szavaknak. Köszönöm szépen még egyszer. Nem könnyű megszólalni, én is látom itt a könnyes szemeket, én is meghatottam. Ugye nekem sem maradt más tisztem, mint az, hogy megköszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel ezt a mai napot. A magam és az önkormányzat nevében azt gondolom, hogy nem kívánhatok mást önöknek, az érintetteknek, az óvoda dolgozóinak, munkatársaknak, mint jó munkát és nagyon sok sikert és nagyon sok boldogságot abban, amit csinálnak. Köszönjük szépen!
zárta elme kedves dallamokkal a mai délután, akinek egy tagja Bence Matyi, hát sajnos, vagy nem sajnos, de vizsgázik, és sajnos nem jöhetett el ezen a napon, de azt gondolom, hogy ő nélküle is azt nyújtják, amit egyébként szoktak. Egyébként rengeteg népzenész került ki az óvodánkból, már a kicsikéket láthattátok délelőtt, ők is velük voltak, nagyon-nagyon örülünk nekik. Köszönöm, hogy megjelentetek, és anélkül nem szeretnék elengedni senkit, még azt a bizonyos szép többsincses tortát ott el nem fogyasztjuk a sátorba, meg ezeket a finom falatokat, rétest. Nagy szeretettel várunk mindenkit még egy kis levezető beszélgetésre. Köszönöm, hogy velünk ünnepeltetek.